Rendőri felvezetéssel érkezett Cegléd-re több mint 200 motoros szombaton délután. A Kossuth-Ferenc utcán szinte minden gyalogos megcsodálta a járműveket. A látványos karaván a nagykörösi aranynapokhoz kapcsolódóan tett túrát, és Csemőn át érkezett városunkba. A családi napot minden évben megszervezik, ahol kicsik és nagyobbak egyaránt motorra ülnek. A felvonulás legkisebb tagja ugyan még nem ült két kerékre, de motoros mellénye már van. Détári Benedek most lesz fél éves, és már ő is a fogadott nagykörösi motoros tag. Nálunk a családban mindenki motorozik, apuka, anyuka, vagyis most már nagymama, nagypapa, apa is, anya is, és hát reméljük, hogy majd Benedek is ilyen útra lép. Akit egyszer megfertőzött a két keréken való közlekedés, az mindig a szerelmese lesz, mondják a motorosok. A gépek között különleges, egyedi építésű motorokat is láthattunk, és persze gyönyörű veterán járműveket is. A jávások 15. alkalommal tartottak fesztivált, ahol megmutatták a cseh motorgyártás remekeit az érdeklődőknek. A motorozás, mint életforma nagyon izgalmas és különleges, de egyáltalán nem veszélytelen. Ezért a gyerekeket elsőként a biztonságos közlekedésre kell megtanítani, fogalmazott a motoros családi nap főszervezője. Nagyon veszélyes, hiszen itt nincs karosszéria, ami megóvjon. Ezért is mindig mondom, ha csak tehetem, és nem azért, hogy hú, mert már én milyen régóta motorozom, hanem azért pontosan, hogy mindig, ha elindulunk valahova, az a cél, amikor hazaérkezünk. Tehát vigyázzunk el százszorosan önmagunkra, mintha autóba ülünk, és ugyanúgy vigyázzon mindenki, hiszen védtelenek vagyunk. A motorosok a Kossuth-Ferenc utcai pihenő után visszaindultak Nagykörösre a Cifrakertbe.